Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök a Híros Gazdaság első adását látják. Magazinunk a Kecskeméti Média Centrum nyomtatott magazinjának televíziós párja, amelyből a helyi gazdaság tendenciáit, folyamatait, mozgatórugóit és szereplőit ismerhetik meg. Aktuális képet kaphatnak a legújabb kecskeméti beruházásokról, portré rovatunkban pedig bemutatjuk a gazdasági élet szereplőit. Így első adásunkban képet kaphatnak a Kecskemét jövőjét meghatározó kampuszépítésről, megmutatjuk, hogyan toborozza munkavállalóit a Mercedes, és közelebbről is megismerhetik Boros Gábort, a Városüzemeltetési Kft. Nemrégiben megválasztott ügyvezetőjét. Jó ütemben halad az új Kecskeméti Egyetem oktatási épületének kivitelezése. A megyeszékhely eddigi legnagyobb felsőoktatási projektjének első üteme csaknem 12 milliárd forintból valósul meg. Átadására jövő év augusztusában kerülhet sor. Megállás és fennakadás nélkül zajlik hónapok óta az új kampusz építése az Izsáki úton. A munka intenzitását jelzi, hogy eddig csaknem 62 ezer köbméter földet mozgattak meg, 859 darab cölöpöt és 154 ezer kilogramm betonacélt építettek be. A bedolgozott beton mennyisége 18 ezer személygépkocsi súlyának felel meg. Maga a beruházás alapozási, cölöpalapozási munkákkal kezdődött, melyet aztán a szerkezetépítés követett. Mögöttünk a szerkezetépítési munkáknak a haladását látják a kedves nézők is, tehát vasszerelés, zsaluzás, betonozás, amikből ugye majd a falak összeállnak. Ami elkészült, az az adminisztrációs épületnek a pince szintje, az teljesen elkészült, ahol garázsokat fogunk kialakítani, illetve az oktatási épületnek a pince szintje, a pince fölötti födém, a földszint fölötti födém, és ahogy látják, már az első emelet fölötti födémet készíti a kivitelező. A 40 méter magas, csaknem 6 tonna teherbírású toronydaruk egymás után emelik helyükre az épület elemeit. Az építés folyamatában közel 100 munkás vesz részt. Sem a tavaszi, sem a nyári és ezidáig az őszi időjárás sem akadályozta a kivitelezés ütemét. Most viszont a tél közelettével az a cél, hogy minél hamarabb lezárják az építés egy jelentősebb szakaszát. A legfontosabb feladatunk az, hogy az év végéig, november vége, december közepére sikerüljön bezárni az épületet, azért, hogy aztán az év elejével, ahogy ugye jön a téli időjárás, elindulhassanak a belső szakipari kivitelezési munkák, gépészeti, elektromos szerelés, tehát hogy az építészeti, szerkezetépítési munkákat ezt most be tudjuk fejezni. A kivitelező megnövelt létszámmal igyekszik a közeledő határidőt tartani. Az új Kecskeméti Egyetem 5,5 hektáros területen épül fel. A látványtervek alapján helyet kap majd itt egy adminisztrációs épület, egy mindenki számára nyitott könyvtár, kulturális központ, két kollégium és egy 35 méter magas kilátó is, amely a városrész legmagasabb pontja lesz. A most zajló első ütemet csaknem 12 milliárd forintból jövő év augusztusára fejezik be. Megyeszerte óriási érdeklődés övezi a kecskeméti Mercedes-Benz gyár toborzó körútjait. Minden alkalommal emberek százai adják bejelentkezésüket. Arról is szólunk most, hogy kiket vár az autóipari óriás, és milyen körülményeket biztosít munkavállalóinak. Ahogy a szlogenünk is mondja, legjobbat vagy semmit, és szerintem ez minden tekintetben érvényesült. A legjobb helyre invitálják a dolgozni vágyó elsősorban fiatalokat idén ősszel. Toborzó akciók zajlanak jelenleg is, és zajlottak az elmúlt hónapokban, a Mercedes-Benz gyárba csalogatva az újabb és újabb munkatársakat. Eddig roadshow-kat tartottak a környéken, most pedig termelési munkatársakat keresnek. Jövő évben még nagyobb intenzitásra lesz szükség az új munkaerő felkutatásához, ugyanis az új karosszéria üzembe kell megtalálniuk azokat a kollégákat, akik az új típusok gyártásában közre tudnak működni. Jelenleg közel 4000-en vagyunk, ebben nyilván a termelési munkatársak nagyobb számot képviselnek, ők közel 3200-an vannak, és következő évek során, ugye, ahogy jövőre megindul majd az új típusok gyártása, utána megindul az új gyár építése, amiről tavaly született döntés a Daimler AG-ban, akkor további körülbelül 2500 kollégát fogunk keresni. Komoly, de mégis izgalmas munkafolyamatra számíthatnak azok a jelentkezők, akik az autóipari komplexum mellett teszik le a voksukat.
Már csak az is egyedülálló élmény, ha valaki jelen lehet egy prémium autó készületeinél, de a megfelelő szakismeretet igénylő feladatok elvégzése is óriási kihívás. Nálunk teljes termelés zajlik, ami azt jelenti, hogy a présüzem is nálunk található, tehát mi is préseljük a részeit a karosszériának. Karosszériai üzemünk, felületkezelő üzemünk, illetve festőüzemünk van, és maga az összeszerelés. A folyamatot bárki megtekintheti az ingyenes gyárlátogatások alkalmával. A Mercedes-Benz autógyár munkatársai már az indulás előtt azon dolgoztak, hogy minden munkavállaló a megfelelő szakértelemmel végezhesse majd a feladatait. Jelenleg zajlik egy nyílt nap is a Neumann János Egyetem GANF karának közreműködésével. A cég már 2010 óta kereste a kapcsolatot a helyi oktatási intézményekkel, hogy olyan szakképzett munkaerő álljon a rendelkezésre, melyel a márkának megfelelő minőségű autókat tudnak gyártani. Idén pedig Mercedes-Benz Akadémi Kecskemét néven létesített vadonatúj 8000 négyzetméter alapterületű képzőközpontot a német autógyár. Az elsősorban duális képzést kiszolgáló új központ alapkőletételére a gyár és a város képviselete mellett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is ellátogatott. A Mercedes-Benz duális szakképzésében szeptemberben 175 diák főiskolai szinten további 40 hallgató kezdte meg tanulmányait. Nem sokára meg is kezdjük az építkezést, hiszen jövőre a következő tanévben már ott fognak tanulni a diákjaink, illetve a toborzás is ebben az épületben kap majd helyet, és az új kollégákat is itt fogjuk betanítani. Jövő szeptembertől már mintegy 250 fiatal fog itt részt venni a gyakorlati képzésben. De mit is kínálnak még az oktatáson, továbbképzéseken kívül? Családbarát munkahelyről beszélhetünk, hiszen van saját óvodája és bölcsödéje, emellett odafigyelnek a dolgozók támogatására is, étkezésben és ruházkodásban. Egy gyárban kimagaslóan fontos a munkabiztonság, a balesetvédelem és az egészségmegőrzés. Éppen ezért folyamatos jelleggel próbálják segíteni a munkavállalókat a szűrővizsgálatok elvégzésében is. Így történik ez ebben a hónapban is, amikor az alkalmazottak előzetes bejelentkezéssel vehetnek részt különféle szűrővizsgálatokon. Erre az állandó üzemorvosi szolgálat mellett egy mobil szűrőbusz áll a rendelkezésükre. Az egészséghónap részeként van itt ez a szűrőbusz, és mindenféle elég súlyos betegségekre is szűrnek, tehát rákszűrés, férfi és női típusú betegségeknél bőrrákszűrés, tüdőszűrés is lesz, illetve számos egyéb vizsgálat. Jelen pillanatban egyébként már szinte be is teltek a helyek egész hónapra, tehát látszik, hogy a munkatársak szeretik ezt a lehetőséget, élnek vele. A cég egyébként télen-nyáron gondol a munkavállalóira. A nagy melegben ásványvizet és fagyit osztottak számukra, a téli időszakban pedig gyümölcsökkel kedveskednek majd nekik. A Mercedes elkötelezett dolgozói egészségének megőrzésében és kényelmének fenntartásában. Így nem lenne meglepő, ha hamarosan 10000-es nagyságban töltenék itt emberek tömegei a munkanapjaikat. Ritkán beszélgetünk gazdasági kérdésekről a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatójával, dr. Schwab is Mihállyal. Ez alkalommal nem a gyógyító munka, hanem a kórház fejlesztései, beruházásai, újításai állnak a középpontban. Köszöntöm a stúdióban dr. Schwab is Mihály főigazgatót, jó estét kívánok! Köszönjük, uram, jó estét kívánok! A jelenlegi új épület együttes ugye nemrégiben 11 milliárdos forintos fejlesztésnek köszönhetően jöhetett létre. Ám még mindig nincs minden osztálynak megfelelő helye, hiszen a Honvéd Kórházban is működik két osztály. Mik a jövőbeli tervek, elképzelések itt az épületet illetően? Ugye már a pólus program kezdetekor tudtuk azt, hogy a pólus programra szánt összegből teljes körűen nem tudjuk megvalósítani azt az elképzelésünket, hogy a Nyíri úti telephelyre, egy telephelyre kerüljön minden gyógyító osztályunk. Ugye annak idején még a megyei önkormányzat tulajdonában voltunk, és akkor a megyei önkormányzattal közösen egy Pólus 2 programot is terveztünk. Így lett volna teljes körű az osztályoknak a Nyíri útra való telepítése, de sajnos közben jött aztán az államosítás, ugye így a Pólus 2 program az egyelőre háttérbe szorult, és most eljutottunk arra a pontra, hogy talán a héten az egészségügyi minisztériumnál megkezdődnek a tárgyalások a Pólus 2 projekttel kapcsolatosan, és amilyen információim vannak,
ez úgy néz ki, hogy most zöld utat fog kapni, és egy 5,6 milliárdos fejlesztés indulhat el a Kecskeméti megyei kórházban, és ennek aztán a végeredménye az lesz, hogy végre egy telephelyen minden gyógyító osztályunk megkapja saját helyét, és így teljes körűvé válik az a pólusprogram, amit 10 évvel ezelőtt terveztünk. Ez azt jelenti, hogy hamarosan a pszichiátria és a reumatológia is átköltözhet majd a Nyíri útra? Ez a hamarosan azért ez egy jó pár évet fog igénybe venni. Ugye mi a Pólus 2 programot ketté bontottuk, és a pszichiátriai osztálynak már megvannak a tervei is, és most első körben ezek az osztályok fognak helyet kapni, ezeknek az osztályoknak épül meg az épülete, közben elindul a tervezés a még fennmaradó osztályoknak is, és én úgy gondolom, hogy olyan 19-20 környékére ez a nagy méretű beruházás is befejeződik, és akkor egy telephelyen leszünk végre. Azért ezt a vadonatúj épületegyüttest gazdaságosan ugyan üzemeltetni sem kicsi kihívás. Hogyan tudnak ennek megfelelni? Hát bizony, ugye ez az új épület is. Az elmúlt időszakban, amíg ezek az új épületek nem voltak, addig a nyári időszakban tudtunk bizonyos energiát spórolni, hisz nem voltak a szobáink légkondicionáltak. Most az új épületben minden egyes helység légkondicionált, és ugye mi a régi hotelépületet is egy jó pár évvel ezelőtt felszereltük légkondicionáló készülékekkel. Ezt meg is látszik a nyári időszakban, amikor plusz 40 fok van, akkor azért fantasztikus, hogy mekkora energiafelhasználása van a Kecskeméti megyei kórháznak. De hát természetesen a komfortosítás ezt vonja maga után, de mi igyekszünk minden egyes pályázaton jelen lenni, és megpróbálni akár energiatakarékos pályázatokat megnyerni, és ezeket megvalósítani, hogy a költségeket valamilyen szinten csökkenteni tudjuk. Így például napkollektorok is vannak már a kórház tetején. Igen, hogyha felmennénk a kórház tetejére, akkor is körbenézünk, akkor gyakorlatilag egy ilyen napkollektor erdőt látunk, mert minden egyes kórház tetőbe van építve napkollektorokkal. Ugye itt két pályázati lehetőségünk volt, és az első pályázat során akkor 761 néhány napkollektort szereltünk föl, és most a második pályázati körbe pedig 680-at. Úgyhogy ezek a mi számításaink szerint, ha teljes körűen működnek, akkor körülbelül az energiafelhasználásunknak egy 5-7%-át tudjuk megspórolni. Ejtettünk már szót arról, hogy a pszichiátria és a reumatológia jelenleg a Honvéd Kórházban kap helyet, és ugyanígy egynapos sebészet is, ha jól tudom, akkor csak ezen a helyen működik Kecskeméten egyelőre, de a Bács-Kiskun megyei kórház Nyíri úti telephelyén még nem. Hogy áll ez a kérdés jelenleg? Ugye döntően az egynapos sebészeti ellátásunk, ez tény is valahogy a Honvéd Kórház területén folyik, bár most az elmúlt időszakban ugye volt egy integrációs pályázatunk, amikor Kiskun Félegyháza és Kalocsa integrálódott a Kecskeméti megyei kórházhoz, és akkor mindkét városi kórháznál 1,2-1,3 milliárdos fejlesztések is indultak, és Félegyházán a fejlesztés kapcsán ott kialakítottunk egy egynapos sebészeti egységet. Pontosan abból a meggondolásból, hogy Kiskun Félegyháza és környékének a lakóinak ne kelljen Kecskemétre beutazni az egynapos sebészeti ellátás miatt. Ez elindult, úgyhogy én remélem, hogy aztán szépen fokozatosan emelkedni fog az ott elvégzett műtétek száma. De igazából az egynapos sebészetünk az majd a Nyíri úti telephelyen fog megvalósulni. Szintén volt módunk és lehetőségünk pályázaton részt venni, és nyertünk 800 millió forintot, aminek az a lényege, hogy a kórház területén belül fogunk kialakítani egy egynapos sebészeti egységet, amely teljesen külön fog gazdálkodni, külön személyzettel fog működni, és igazából így fog megoldódni az egynapos sebészeti ellátás. Ugye a cél az, hogy minél több egynapos sebészeti műtétet ezekben az egységekben végezzünk, hisz így tudjuk a központi műtőinket tehermentesíteni, és ezt követően a központi műtőben már tényleg csak nagy műtétek fognak folyni. A pályázatokat említette,
akkor jelenleg is folyamatban egy olyan pályázat van önöknél, ami a betegbiztonság növelését tűzte ki célul. Ez mit jelent? Igen, volt egy lehetőségünk a betegbiztonsági pályázaton indulni, és itt nyertünk közel 200 millió forintot, aminek az a lényege, hogy ilyen fertőtlenítő adagolókat tudunk vásárolni, és gyakorlatilag így minden kórterembe, minden egyes bemosakodónál, valamint a kötöző helységekbe is el tudjuk helyezni ezeket a fertőtlenítő adagolókat, sőt terveink szerint a látogatóknak is fogunk felszerelni ilyen készfertőtlenítő automatákat. És ugye ahhoz, hogy ezek jól működnek-e, ehhez kell egy kontrollrendszer is, és ez a kontrollrendszer egy olyan készülék, ahol a kollégák majd le tudják mérni, hogy tisztességesen, rendesen, előírásszerűen használják-e a készfertőtlenítőt, mert ezt meg fogja mutatni, hogy a kész minden egyes területére jutott-e a fertőtlenítőszerből. És ehhez csatlakozik még egy betegbiztonsági rendszer, ami azt jelenti, hogy minden beteg karszalagot kap, most is van már ilyen rendszerünk, de ez egy továbbfejlesztett változata lesz, tehát gyakorlatilag a karszalaggal a pillanatokon belül azonosítani tudják az összes gyógyító osztályunkon a betegeket. Ha már beruházásokról beszéltünk, akkor elkerülhetetlen, hogy néhány mondatot szóljunk a parkoló építésről, hiszen ez nagyon érinti a nézőket, azt gondolom. Hogyan vált be az új parkoló, és lesz-e folytatás a parkoló? Ugye a parkoló az egy örök téma itt a megyei kórház környékén. Egyet azért szeretnék előre bocsátani, tehát a Nyíri úti nagy parkoló az teljes egészében fel van használva, tehát ott több parkoló helyet per pillanat nem fogunk tudni építeni. De itt is volt egy lehetőségünk, és 120 millió forintot nyertünk egy parkolóépítésre. Ezt a tartalékterületünkön alakítottuk ezt a parkolót. Itt gyakorlatilag 86 parkolóhelyet alakítottunk ki, és ez kétségtelen, hogy egy picit messzebb van a kórház főbejáratától, de én úgy gondolom, hogy az a kis séta senkinek nem fog ártani, ha ezt a parkolót használja. Amikor megnyitottuk ezt a parkolót, akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon mennyien fogják ezt használni. És az első hetek tapasztalata az volt, hogy 3-4-5 kocsinál több nem igen állt ebben a parkolóban. Aztán fejlesztettük a parkolóhelyek számát a telephelyen belül is. A megyei jogú város önkormányzatától kaptunk majdnem 10 millió forintot, és most elindult egy beruházás, ahol még találtunk olyan területeket, ahol még parkolót lehet kiépíteni, úgyhogy ez is most folyamatban van, ez december végére fog elkészülni. Az országos hírek kapcsán beszéljünk még talán néhány mondatot arról, hogy a kórházak adósságállománya hogyan alakult idén, a 2017-es évben, és itt Kecskeméten mi a helyzet? Ugye a Magyar Kórház Szövetség is folyamatosan követi a kórházak adósságállományának az alakulását, és 2017. szeptember 30-án 38 milliárd forintot meghaladó adósságállományt görgettek maguk előtt a kórházak. Ha a tendenciáját nézzük meg, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nyári hónapokban voltak olyan időszakok, amikor mindösszesen 1-2 milliárd forinttal emelkedett az adósságállomány, azonban az utolsó két hónapban ez megközelítette a 4 milliárd forintot, tehát itt évvégével megint kell, hogy legyen egy konszolidáció, ugyanúgy, mint ahogy ez az előző években is megtörtént. Ugye Lázár János miniszter úr a kormányinfón bejelentette, hogy egy közel 56 milliárdos konszolidációs csomagot készít a kormány, amelyet fel lehet majd használnunk, és annyi változás van, ugyanúgy, mint tavaly, tehát lesz egy része ennek az összegnek, amelyek az augusztus 31-ével lezáródott lejárt szállítói tartozásállomány rendezésére lehet használni. Lesz egy 4,5 milliárdos csomag, amivel pályázni lehet ugyanúgy, mint az előző évben, de itt a pályázatoknak a döntő része az olyan fejlesztéseknek az elindítását jelenti, amelyek a kórházaknak a működési költségeit csökkentik.
Főigazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és beszámolt mindenről. Nagyon szépen köszönöm. 2017 a fejlesztések, beruházások éve Kecskeméten. Az elkövetkező percekben az elmúlt negyed év legfontosabb gazdasági történéseit foglaljuk össze. Új hegesztő, gyártócsarnokkal, valamint közel 200 új kézi eszközzel és géppel bővült a kecskeméti kész acélszerkezet gyár a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Uhrényi Balázs a gyár ügyvezetője az ünnepélyes átadón azt mondta, hogy a fejlesztésnek köszönhetően 40 új munkahely jön majd létre, a kapacitás 30%-kal növekszik, és lehetőség nyílik innovatív gyártás technológiák bevezetésére is. Átadták Közép-Európa legnagyobb és egyik legmodernebb paradicsomfeldolgozó üzemét augusztusban Kecskeméten. Az Univer Product ZRT több mint 4 milliárd forint összköltségű állami támogatással megvalósuló fejlesztése révén duplájára nő az üzem éves paradicsomfeldolgozó kapacitása. Autonóm jármű funkcióhoz szükséges technológiákat fejleszt a Knorr Bremse egy projekt keretében, amelyre több mint 1,2 milliárd forint támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Alapból. A kutatásfejlesztési projektbe mintegy 100 mérnököt és kutatót vonnak be, akik olyan kihívásokra keresik majd a választ, mint a piacok globalizációja, a forgalomsűrűség és a baleseti kockázatok növekedése. Közel 800 millió forintból épült fel Kecskemét új multifunkcionális sportközpontja. A régi úszoda felújított épületében 3 kosárlabda pályát alakítottak ki, de a létesítményt más sportágak képviselői is igénybe vehetik. A korábban úszodaként funkcionáló 2011-ben bezárt romos épület így teljesen újjászületett a sportkedvelők nagy örömére. A létesítmény átadásakor a lelkes kosarasok bedobhatták az akadémia első hivatalos kosarait is. A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügye nyilvánította a Modern Városok program keretében megvalósuló kecskeméti repülőtérfejlesztést. A terület katonai és polgári célú fejlesztéséhez az állam 5,5 milliárd forintot biztosít. A tervek szerint a bázisnak 2018 végére kell megfelelnie a katonai és polgári gépeket befogadó repülőtérre vonatkozó civil szabályozásoknak és elvárásoknak. Természettudományi bemutató és oktatóterem létesül Kecskeméten a Tudomány és Művészetek Házában a Város és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közös EFOP-os pályázata keretében. A beruházás közel 500 millió forintból valósul meg. A kivitelezési munkák november 1-én kezdődtek el, és várhatóan 2018. október 31-ig fejeződnek be. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester kiemelte, a város reményei szerint a beruházás elősegíti majd, hogy a fiatalok a dinamikusan fejlődő kecskeméti iparkörnyezetben találják meg számításaikat a jövőben. Még csak szűk egy éve működik önállóan a Kecskeméti Város Üzemeltetésén Nonprofit Kft., de a feladataik így is megszaporodtak. A város működésével, rendezettségével kapcsolatos nehézségeikkel, sikereikkel kapcsolatban kértük évközi összegzésre Boros Gábor ügyvezetőt. Olyan élénk lakossági érdeklődés kísérte témákról is beszélgetünk, mint az utak, játszóterek állapota vagy az illegális hulladéklerakás. Ami számunkra nagyon fontos mindig, hogy meg van határozva tervszinten, hogy mennyi az a költség, ami éves szinten rendelkezésre áll a cégnek. Tehát hogy ez egy nagyon fontos, hogy abból kell kiindulnunk, hogy mekkora pénzeszköz, mekkora forrásösszeg van ahhoz, hogy fenntartható legyen a város üzemeltetése. Boros Gábor, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt elemzi éppen, hogy milyen metodika szerint osztják el a város működtetésével, rendezésével, egy szóval üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Természetesen a rendelkezésre álló források nagyban befolyásolják az egyébként nemrég önállósodott városi non-profit vállalkozás lehetőségeit. Január 10-én megalakult a cég szétvállással, különvállással, létrejött jogutódként a Városgazdasági Kft-ből, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A tevékenységeket továbbítjuk, ami előtt a Városgazdasági Kft. A Városüzemeltetési részlegen belül folytatott, tehát ennek megfelelően a parkok, zöldfelületek karbantartását, köztisztasági feladatokat, az útkarbantartásokat, mint a burkolt, mint burkolatlan utak karbantartását, illetve még a másik nagy terület, ami van nekünk, az a temetőgazdálkodás. Mióta a cég önállósodott,
megkapott egy sor plusz feladatot is. Ezeknek egy része kimondottan különlegesnek számít. Térinformatikai rendszert építettek ki például, de ők végzik a nyár óta a szülőket komolyan foglalkoztató játszótér felújításokat is. Egy 4 évente kötelező felülvizsgálat nyomán ugyanis a játszóeszközök egy része nagy javításra szorul. Ezeknek a felújítása az elkezdődött augusztus hónapban a pályáztatás és a beszerzési eljárások lefolytatása után, és október végén fog véget érni. A klasszikus feladat az utak karbantartása állapota legalább ennyire érdekli a kecskemétieket, ezekről így nyilatkozott Boros Gábor. Az utak területén is ugye a régi feladatokat tovább vittük. Az idén, ami nagyon nagy költségigénye jelentkezett, az a kátyúzás volt, hisz a télnek köszönhető, a kemény fagynak, hosszú fagynak köszönhetően a kátyúk mennyisége az dupla volt az előző évekhez képest. Közben az önkormányzattól jó néhány megbízást kaptak új utak és kerékpárutak építésére is. A felvételeinken látható kerékpárút szakaszt éppen most újítják meg az 5-ös főút mellett, a budai kaputól a Széchenyi várost érintően. Merészen szembesítettük Boros Gábort a mindenkit érdeklő kérdéssel. Mikor lesz minden út jó Kecskeméten, illetve rendelkezik-e jövőképpel a város a hosszú távú útfejlesztéseket illetően? Rendelkezik jövőképpel, szerencsére, tehát Kecskemétnek van jövőképe, hosszú távra is, nem csak rövid távra. Hosszú távban nagyon sok utat meg fognak újítani, teljes mértékben megújulnak. Ez nagyon nagy költségigénye van neki, ezt elő kell teremteni a forrásokat hozzá a város részéről. Ez bizonnyal már elindult, és ez folyamatosan meg fog valósulni a következő években. Az ügyvezető azért felhívta a figyelmet Kecskemét úthálózatának jelentős méreteire, ami miatt nagyon sok a tennivaló ezen a területen, de a karbantartással addig is tartják a frontot. A sok feladat mellett az új vezetőnek az is kihívás, hogy a versenyszférából érkezett. Nem titkolja, a közbeszerzések és más közpénzfelhasználáshoz kötődő szabályok nehezítik a pályát az előző munkahelyéhez képest. Számomra nagyon nagy feladat volt az, hogy egy versenyszférából egy közszférához közeli céghez, illetve közszférába bekerülni. Teljesen más metódus szerint történik például egy beszerzési folyamat, hisz itt minden esetben beszerzési eljárásokat lefolytatunk, és az adott értéktől függően közbeszerzéseket. Ez egy versenyszférában néhány nap alatt lefolytatható volt, itt egy közbeszerzés esetében ez több hónapot vesz igényben. Tehát adott esetben, ha meg is hozunk döntéseket, amit végre kell hajtani, előfordul az, hogy 3-4 hónap múlva tudjuk elkezdeni csak a feladatok végrehajtását. Emellett különleges feladatként és elérendő célként éli meg Boros Gábor a városlakók gondolkodásának a megváltoztatását. Szeretné, ha jobban odafigyelnénk a város környezetére. Ez egy olyan összképet ad, ami mindenkinek a hangulatát befolyásolja. Mi mindig ott vagyunk, jelen vagyunk az utcákon, a tereken, maga a karbantartásokkal, munkavégzéssel, és ahhoz, hogy ez tökéletes és jó legyen, ahhoz szükséges az, hogy mindenki ezt úgy is kezelje, úgy gondozza, mindenki a sajátjának érezze. Ez bizony nagy cél, egy a sok közül, de a szűk éve működő Kft.-nek nem csak céljai, sikerei is vannak már. Én mindenképpen sikernek élem meg az, hogy a kollégáknak a hozzáállása az olyan irányban változik, hogy mindenki többet szeretne tenni a városért, illetve ezt támogatóan létrehoztunk egy vállalatirányítási rendszert, és maga a vállalatirányítási rendszerből már most látunk egy jó néhány adatot, és ahogy a végére értünk ennek az első lépcsőnek, akkor pedig már látni fogjuk a működésünknek az összes háttéranyagát is, tehát hogy mikor, milyen költségen és mennyi munkát tudtunk elvégezni, és ez követi majd a második lépcső, ami jövő évben következő, de már az előkészületi folyamatokat elindítottuk. A térinformatikai rendszernek a bevezetése. A térinformatikai rendszer a lakosság számára is fontos információkat tartalmaz majd. Folyamatosan láthatjuk azt, hogy hol, milyen munkákat végez a Városüzemeltetési Kft. Miket végzett már el, akár a lakhelyünkhöz közeleső parkban vagy útfelületen, illetve hogy melyek a várható beavatkozások. Ezekhez kapcsolódóan a költségoldal is nyilvános lesz. Így mindenki képet kaphat majd arról, hogy mibe kerül egy városnak a fenntartása, üzemeltetése, ami talán segít majd a fejlődés ritmusának, nagyságának és miértjeinek megértésében. Kedves nézőink, ennyi fért a Híres Gazdaság mai adásába. Hamarosan megjelenik a nyomtatott magazin legfrissebb száma is, amelyet itt a KTV szerkesztőségében vehetnek át. Én legközelebb 4 hét múlva pénteken várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!